Sok szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt, ebben a videóban újra egy Lenovo laptopot fogunk megnézni. Annyiból megkönnyítve a dolgot, hogy most nem szenvedem ki a csomagból, hanem már most itt láthatjátok a már megszokottnak tekinthető parketta és fehéres színű szőnyeg kombinációval, valamint szintén a ruha szárítón van elhelyezve a telefon, mert egyszerűen jobb lehetőség még mindig nem áll rendelkezésemre. A szóban forgó alany pedig nem más, mint egy Lenovo Flex 2.15-ös névre hallgató különleges laptop. Miben rejlik különlegessége ennek a gépnek? Nem másban, mint hogy 300 fokban kihajtható a kijelzője, aminek egyébként azért van jelentősége, mert a beépített panel, ami egyébként egy IPS Full HD felbontású, nagyon szép színekkel operáló, és rendkívül jó betekintési szögekkel rendelkező panel, 10 újas érintéssel, tehát érintő panelről van szó. Nézzük körbe a laptopot. Ugye kezdve a bal oldallal, itt találunk egy Kensington zárat rögtön elsőnek, aztán megvárunk, míg befókuszál. Remélem, hogy befog. Hát jó lenne. Aha, megvan a fókuszunk, szóval ugye a már megszokott téglalap alakú töltő, csatlakozó, egy meleg levegő kiáramoltatására szolgáló nyílás, mellette egy HDMI, mellette egy LAN csatlakozó, aztán egy 3.0-as USB, és egy kombinált fejhallgató, illetve mikrofon jack csatlakozó. Ha előről vizsgáljuk a gépet, akkor láthatjuk, hogy lényegében semmi különleges említés sem dolog nincsen. Tovább haladva pedig egy ilyen tűbenyomásos vagy tolhelybenyomásos novó gombot találunk. Mellette egy SD kártyolvasót, kettő darab 2.0-as USB-t, majd pedig egy optikai meghajtót, aminek a helyére egyébként én már HDD keddivel a gépben lévő eredeti ö, HDD tára tettem be, és a HDD helyére pedig ö, egy milyen Kingston SSD No V300 gigás SSD-t, ez pedig rendhagyó módon a flex gépeknél egyébként itt oldalt szokott elhelyezkedni, a bekapcsoló gomb, tehát ez maga a bekapcsoló gomb, és egy ilyen visszajelző jel, ö, LED van mellette hogyha hát, hátra jövünk, akkor lényegében szintén úgy, mint az elején nem találunk semmi olyat, ami nagyon érdemleges lenne. A gépben egyébként beépített, megint zoomolunk egy kicsit, illetve élesítünk, így van. A gépben egyébként beépített akkumulátor van, azt hiszem, hogy négy cellás. Eh, ahhoz, hogy hozzá tudjunk férni a géphez olyan értelemben, hogy tudjunk benne mondjuk memóriát bővíteni, illetve hát ugye SSD-t hasonlókat, ahhoz lényegében az összes csavart el kell távolítanunk, és az az egész hátlaprészt le kell szednünk, hogy hozzá tudjunk férni a hűtés tisztításhoz és a már említettekhez. Amit még gyorsan meg akarom mutatni, látszik hogy szép fehér gépről van szó, hogyha kibontjuk, akkor belül viszont fekete. Ja, és nem említettem, hogy háttérvilágításos billentyűzet. Ez hát európai, viszont megegyezik a magyar ö, kiosztással teljes egészében. Ö, hát meg lesz az oldva, hogy majd a lokalizáció is magyar legyen rajta, de mint mondtam, megegyezik a magyar billentyű kiosztással, úgyhogy ha szoftveresen átállítjuk angolról magyarra, akkor tökéletes ö, magyar billentyűzetet kapunk. Mint említettem, háttérvilágításos, ö, Hát ilyen kékes-fehéres színnel világít, és kétféle erősséget lehet állítani, egy gyengébb és egy erősebb változat, illetve ki is lehet kapcsolni a háttérvilágítást, és akkor megmutatnám ezt a 300 fokban kihajtható megoldást, ami így néz ki. És akkor így tudjuk lehelyezni mondjuk egy asztalra a gépet, így nem tudom mennyire látszik, de teszem ide, és akkor hát ha jobban érthető a dolog. Ugye van egy másik videó, amivel megmutatom a érintőképernyőnek a funkcióját, hogy hogyan lehet ezt használni. Úgyhogy rendkívül jó kis gépről van szó. Ami a Bellbatch illeti, ezt lehelyezem ide, így. Nagyon hasonló a korábban bemutatott Z5070-eshez, ami azt illeti, hogy kicsit részletesebb legyek, van benne egy Intel Core i3 u processzor, ugyanez volt az Z5070-esben is, illetve amiben még megegyezik a Z5070-essel az a videókártya, az integrált HD grafix mellett van benne egy dedikált GeForce GT 840M 2 GB ram szerelve, szóval a gépnek a teljesítménye közel megegyezik, tehát mondhatom azt, hogy azonos a Z5070-essel, de jelenleg ez az új laptopom, minden áron ki akartam próbálni egy érintő képernyőset, és hát azt kell mondanom, hogy fantasztikus élmény egyébként tapicskolni a, a kijelzőt, nem tudom, nekem nagyon bejött. Azt ugye már említettem, hogy SSD lett beletéve, illetve az optikai meghajtó ki lett belőle véve, és annak a helyére egy HDD keddibe került be az eredeti Vinyó, ami a gépbe volt, ami ebben az esetben egy 500 gigás, azt hiszem, Samsung vinyó, bár nem is nagyon foglalkoztam vele, hogy megnézzem, de az igazság. Tehát ebben is hasonló az előző gépekhez képest, amiket bemutattam, illetve abban is, hogy eredetileg 4 GB DDR3 1600 MHz-es rendszermemóriával volt megvásárolva a gép, és ezt további 4 gb modulal modullal továbbfejlesztve elértük a 8 GB rendszermemóriát, ami szerintem manapság abszolút alapnak tekinthető. Egyre többen egyébként már ilyen 16 GB RAM-okban gondolkodnak, szerintem a 8 GB is bőségesen elég lehet még a mai világban, viszont a 4 már lehet, hogy nem annyira, úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy, hogy, a 8 GB az egy olyan jó arany jelenleg, aztán később majd nyilván érdemes ezt is bővíteni, tehát ebből egyébként talán kikövetkeztethető az, hogy a gépben kettő darab RAM foglalat van, tehát egy négyes, illetve még egy négyes RAM modul van benne. Ugye azt hiszem, hogy maga a gép, hogyha nem tévedek nagyot, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, talán 32 GB memóriaig bővíthető, de 16-ig biztosan, tehát két darab 8-as RAM modult biztos, hogy tud kezelni. A 32-ben nem vagyok biztos, de hát elképzelhetőnek tartom, hogy azzal is elboldogul. Ami rögtön szembetűnő volt egyébként a gépek kapcsolatban, a már említett IPS panel. Az e 70 esben is full HD-s volt a jelzőnek a panelnak a felbontása, és egész szép színekkel operált, de TN paneles volt, és azért azt el kell mondanom, hogy nem a legjobb minőségű TN panel, mert tudjuk, hogy a TN-ből is vannak rendkívül jó minőségűek. Ez nem jelenti azt, hogy katasztrofális volt egy csapnivaló. Néhol kicsit pixelesedett a kép, tehát lehetett látni, hogyha közelebb hajoltál a pixeleket. Ez, én úgy gondolom, hogy a TN panelnek a a hibája volt, a problémája volt, de hát a TN-panelt ismerjük sokan, hogy milyen az általános minőségük. Alapvetően egyébként nincsen velük gond, de mint mondtam, ebbe IPS van, és hát igazából nekem nem volt még se IPS-paneles monitorom, se IPS-paneles laptopom, ez az első eset, és, és tényleg, hát borzasztóan szembetűnő a különbség. Tehát az, hogy mennyire, mennyire, élénkek és mennyire mélyek ezek a színek ezen az IPS panelen, illetve hogy tényleg nem, nem invertálódnak át a színek, hogyha más szögből nézem. Tehát tényleg rendkívül jók a betekintési szögek. Tehát igazából csak, csak jókat tudok mondani róla. De még egyszer szeretném ezt megjegyezni, hogy az A5070-es kijelzőjével sem volt igazából semmi gond. Tehát az is rendben volt, csak az TN-panel volt, ez pedig IPS. Tehát egyenlőre egy gyors áttekintés lett volna ez a videó, illetve néhány mondat róla, és majd fog jelentkezni legalább egy videó egészen biztosan, amivel meg fogjuk nézni azt, hogy pontosan hogyan kell elképzelni ezt a 300 fokban kihajtott megoldást hogyan néz ki ez igazából gyakorlatban, illetve hogy mennyire pontos az érzékenysége a kijelzőnek, megjegyzem, rendkívül az, fantasztikusan pontos, és igazi élmény egyébként így, így vezérelni egy, egy, egy 15,6 szoros kép átmérőjű, mert ezt nem említettem. tehát normál méretű, standard méretű laptopról van szó, és mégis érintő kijelzős, talán ez a ritkábbik eset, tehát inkább kisebb méretű gépekbe tesznek érintő panelt, úgyhogy hát várjuk, várjuk, illetve várjátok majd azt a videót, ahol kicsit jobban bemutatom az érintő panelnek a működését, illetve hogy hogyan néz ki ez az egész. Ezen kívül hát elképzelhető egyébként, hogy azokat a játékokat, illetve hát szóval valószínűleg lesz, nem tudom, ezt még átgondolom, tehát játékos teszt, azért nem tartom százszázalékosan biztosra, hogy lesz játékos teszt, mert az E5070-essel már volt egy hevenyészet játékos teszt, ahol ugye néhány címen megnéztük, hogy mit bír ez a hardware. Ugye ott volt Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, volt Colat, volt Skyrim, volt Arma 2 Operation, a Rohead Daisy mod, hmm, talán ennyi volt, lehet, hogy még néhány cím belefért volna ö, a tesztbe, akkor ennyire volt idő meg energiám, és mint mondtam, a processzor dettó ugyanaz, ö, mint az Z5070-esbe a benne lévő dedikált videókártya szintén, memória mennyiség szintén, abban is volt SSD, ebbe is van SSD, szóval <kül> valószínűleg a hardveres teljesítménye az, az, az abszolút megegyezik a két gépnek. Ugye annyiból más, hogy ez tehát igazából kinézetre van egy kis különbség, fehér kívül, nagyon jól áll szerintem a gépnek, fekete belül, ami szintén nagyon jól áll szerintem a gépnek. Ugye amennyiben többet tud az az érintőpanel, a tízújas érintőpanel, a két fázisban állítható világítós billentyűzet, illetve az, hogy 300 fokban ki lehet hajtani a kijelzőt. Tehát ennyiben több, mint a Z5070, viszont amiben kevesebb, ugye ezt többször is kiemle, kiemeltem a Z5070-essel kapcsolatban, hogy az csak egy kicsit magasabb kategória, mint a g séria Éppen ezért, hogyha a gépet kinyitjuk, akkor a billentyűzet körüli rész, az valamilyen ötvözet, Ezt lehet egyébként, hogyha megkocogtatjuk, lehetett hallani a hangból is illetve amikor az ember ráhelyezi a kezét, akkor egy egyértelműen hideg, fémes tapintása van, nagyon kellemes volt egyébként. Na most ezzel ellentétben ez a gép, ez teljesen műanyag. Nem sírtam volna, hogyha mondjuk a belső rész ugyanaz a rész, ami az z 57 es esetében itt is valami fémötvezet lett volna. Hát azzal ellentétben itt műanyagot kapunk, viszont jó minőségű műanyagot, kívülbelül jó minőségű tapintásra, jó minőségű strapabírő műanyagról beszélhetünk, ami viszont mindenképpen pozitívum, ha már nem kapunk fémes részeket. Ez a videó ennyi lett volna, hamarosan jön a Flex 215-ös Lenovo gépnek a touch screen bemutatója, illetve lehet, de nem száz százalék, hogy néhány további játék címet is ki fogok próbálni, hogy hogy fut rajta, és akkor azzal kapcsolatban is egyfajta játékos teszt videó is talán, talán, lesz. Ezt majd meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!